Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. November 11-én kinyílik egy égi kapu. Ez egy finom energiamező, hiszen kapcsolatban vagyunk a plejádokkal. A klasszikus görög mitológia szerint a plejádok Atlasz Isten lányai. Itt a plejádoknál van egy központi nap, és őt Alkyonénak ismerjük. Lefordítva, ez egy királynőt jelent, aki győz a gonoszság felett. Tehát ez nagyon fontos, ez a kapcsolat a plejádokkal, ez az energiamező, aminek van gyógyító hatása, vagy kinyílik egy ajtó, és utal egy spirituális területre. Ezen a portálnapon, tehát november 11-én tartok egy szertartást, ami este 11 órakor indul. Részt vehetsz ezen a szertartáson, jelentkezhetsz e-mailen keresztül. Az energiai egyensúly az 4000 forint. Mi együtt vagyunk így, gondolatban, energiailag, nem csak mi vagyunk együtt, hanem együtt vagyunk a plejádokkal is, hiszen van egy kapcsolat ezen a napon a plejádokkal. És hogy pontosan miről van szó, milyen témákról, mik érintenek bennünket, vagy miben segít ez a szertartás, erről beszámolok ebben a felvételben. Ezen a napon van egy finom energiamező. Mint említettem, itt kinyílik egy ajtó, ez jelenti a lehetőségeket, mégpedig nyitottak vagyunk a spirituális területre odafigyelni, vagy mert megvan ez a hitünk, és ennek van egy gyógyító ereje, vagy az is lehet, hogy ez a hivatásunk, és ez a hivatás hív bennünket. Amiben a szertartás még segít, hogy bizonyos dolgokat el tudjunk engedni, magunk mögött hagyni, és odafigyelni az érzelmekre, hogy áttegyük magunkat a bizonytalanságokon, vagy a félelmeken. De mivel itt Alkyoné játszik egy szerepet, és Alkyoné az a királynő, aki győz a gonoszságok felett, azt is jelenti most ez a szertartás, illetve ez a portálnap, hogy észrevegyük azt is, hogy vannak talán rosszindulatú emberek a környezetünkben, vagy valaki, aki nem jót akar nekünk, rosszat kíván nekünk, akkor most megvan a lehetőség, hogy átlássunk a dolgokon, vagy hogy le tudjuk zárni ezeket az eseményeket, vagy ezeket a kapcsolatokat. Az, hogy mikor van egy ilyen portálnap, mikor nyílik ki egy égi kapu a plejádok felé, ezt a maják számították ki. Úgyhogy ez a tudás a maja kalendáriumból van. Ebben a maja naptárban vannak hullámok vagy rezgések. Egy hullám 13 napig tart. Ez olyan, mint nálunk a hét. Jelenleg benne vagyunk a 19. hullámban, és ez azt jelenti, hogy Lesz egy új irány, lesz egy új kezdet, lesznek cselekvések, voltak ugyan nehézségek a múltban, vagy vannak még jelenleg, de ezen áttesszük majd most magunkat, és akkor így előre mennek a dolgok. Ez a 19. hullám november 9-én indult, és eltart november 21-éig. Az egész hullám felett a sasmadár uralkodik. Az jelenti, hogy most átlátunk a dolgokon, vagy vannak tervek a jövőt illetően. November 11-e ez a portálnap, az a harmadik nap ebben a 19-es hullámban. És ez azt jelenti, hogy vannak szerződések, kapcsolatok, lesz mozgás, események, esetleg egy új kezdet, vagy egy új irány. Ezen a napon, november 11-én Kaban uralkodik. Kaban lefordítva a mi földünket jelenti. Ez a mi bolygónk, vagy a természet. Itt imádkozni fogunk ezen a szertartáson, hogy béke legyen a Földön. Hogy legyen meg ez az isteni sugallat vagy segítség, hogy békében és jólétben, szeretetben tudjunk élni egymással. Amit Kaban, illetve a mi földünk jelent, a föld eleme, a reális dolgok, és ennél a szertartásnál arról is szó van, hogyan tudnánk megvalósítani az álmainkat, az elképzeléseinket. Hogyan tudnánk ezt kiépíteni. És ez volt a felvétel, kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!